egyverség most Szent János apostol ünnepével, ezért a szentmisének két különlegessége is lesz. A szentmise végén sor kerül ilyenkor hagyományosan a bor szentelésre, ahova köpen elhoztán saját borokat is, illetve bemutatjuk a bebukó megjelenő könyvünket néhány percben, ami mindig a templomról szóló történetet egy részét tartalmazza. A szentmisében Mária és Mihály elhunyt testvéreink lelkét végez imádkozni. Sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel, én védkeztem. Senki nem fog rá emlékezni. És igaz volt ez. És most született egy olyan könyv, ami több történetet tart. A címe is a történetek a Miskolci Mirotika templom életétől. Vannak ebben konferencia előadását tartalmazó szép írások, összefoglaló anyag, de vannak benne különböző képek a templomról, történetek, a templom építészetéről, történetéről, nagyon szép, érdekes olvasmány. Fontos az, hogy a megmaradt utókor számára nem mi, hanem ez az egész valóság, amit a Jóisten emberek közreműködésével létrehozott. És ennek az egyik ilyen dokumentuma, sok szép képe illusztrálva, ez a könyv, ami szép olvasmány, egy darab Miskolc történetéből, és egy szelet a Minorita rend történetéből is. Ami egy tartalmas, képekben gazdag, nagyon elegáns, kivitelő, szép könyv. Ez három részre tagozódik ez a könyv. Az első része Kelemen Didákkal kapcsolatos történeteket, illetve életrajzot mutatja be, és talán itt a Kalna Zsolt atya, a szerzőtársam, aki nagyon ötletesen átvezeti a Kelemen Didák korát a mai korba, és ezt a párhuzamot fejezi ki azzal a könyv bevezető cikkével, hogy Kelemen Didák időszerűsége. Párhuzamot von a akkori idők és a 1700-as évek a Kelemen Didák és a mai világunk között. És a három részben, az első rész, mint említettem, Kelemen Didákkal kapcsolatos,
Ennek óriási jelentősége van, hogy Kelemen Vidákkal foglalkozunk, hiszen a Boldoggá avatása az folyamatban van, illetve azt gondolhatnánk, vagy gondoljuk, hogy újabb rendületet kapott, ami nem csak a Minorita templomnak, hanem Miskolc városnak és az országnak, sőt nemzetek egyesítésének is egy fontos eleme, ha ez a Boldoggá avatás sikerrel jár. A másik része történeteket tartalmaz, ez inkább az 50-es évekből, és hát a történelmi korszakváltások tükröződnek a könyvből, ami a szerzetesek elhurcolását jelentette, róluk emlékezünk, illetve a rend újraalakítását, amiben elsősorban Tóth Alajosra emlékezünk, valamint a harmadik rész, az pedig a templomnak a mindennapi életét mutatja be, illetve azokat a csoportokat, amelyek itt működnek, és azokat az eseményeket örökíti meg, amelyek itt történnek. Itt most ebben az alkalommal vagyunk, itt a borszentelés alkalmával, erről is láthatók benne képek, mint a Minorita templomnak egyik hagyományos rendezvénye. Én tisztelettel, szeretettel ajánlom ezt a könyvet, ami ez a felajánlása tulajdonképpen az alapítványnak a templom javára, mert a könyv adományaiból, amit úgy gondoltuk, hogy egy 1500 forint, ez körülbelül az önköltséget fedezi, ez a Minorita templom felújítására szolgál. Szeretném megemlíteni, mert itt vannak a szerkesztőbizottság tagjai, hát elsősorban Zsolt atyát említeném, itt van Szonyog László, Takács József, aki éppen most is a rendezvényről képeket készít, és az ő képei találhatók benne, és Takács János, és Cikora Ágnes, aki még a szerkesztőbizottságban tartozott, a szerzők pedig általában kötődnek a Minorita templomhoz, a Minorita templom történetét mutatja be Szonyog László, Rostás László a főoltárt mutatja be, aki a város főépítésze, úgyhogy szeretettel és tisztelettel ajánlom itt a jelenlévő hívőknek és a vendégeknek. Köszönöm szépen!